Mihalisz Antal nyitotta meg a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara küldött gyűlését. Ez alkalommal is sokan eljöttek, ahol a költségvetési és alapszabállyal kapcsolatos napirendek mellett előadásokra és díjkiosztóra is sor került. Az elmúlt év pedig igazán sikeresnek mondható, mondta Híradónknak az elnök. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az én számomra egy sikeres év volt, hiszen a küldött gyűlés bizalmat szavazott nekem. Én már harmadik ízben a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara elnökeként, és emiatt én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy pozitív év a számomra, de biztos, hogy a kamara számára is pozitív volt, mert különben nem szavaztak volna meg egy újabb 4 éves ciklusra, ami természetesen nagyon komoly felelősséggel jár. Mihalisz Antal hozzátette, hogy az új elnökség megalakulása és a mostani időszak között volt egy felkészülési időszak. Ebben tekintették át a stratégiát, ami elnökségek óta ugyanaz, tehát jó az irány. A harmadik elnökségi ciklust kezdjük el az alapstratégiával, és ugye, mint minden gazdálkodó szervezetnek a menedzsmentje, úgy az új megalakult kamarai elnökség is egy ilyen csapatépítő, stratégiaalkotó ülésre ült össze 2 napra, és ott fogalmaztuk meg azt a 4 stratégiai célt és célirányt, amit ugye lényegében az én elnökségi programomnak volt a 4 alapillére, amin aztán most kidolgoztuk hozzá részletes akcióterveket. A legközelebbi elnökségi ülés pedig májusban lesz. Ott már konkrétan felelősökkel és határidőkkel látják el az akcióterveket, tette hozzá Mihalisz Antal. Ezek pedig már azok a díjak, melyeket a vállalkozásoknak adnak a gazdasági teljesítményük elismeréseként. A napirendi pontok előtt azonban 2 előadást is meghallgathattak a küldöttek. 16 hónapja vagyunk aktívak ebben a formában. Azelőtt 2010 óta egy KFT-ként működtünk, Attractó KFT néven. Kimondottan mobil alkalmazások fejlesztésével foglalkoztunk, és foglalkozunk a mai napig. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy csak mobil alkalmazásokat fejlesztünk, nem tágítottuk a szolgáltatásaink spektrumát. 3 üzletágunk van. Kis Benedek, az Attractó ZRT értékesítési igazgatója mutatta be Magyarország legnagyobb okostelefon szoftverfejlesztő cégét. Ismertette a társaság felépítésének 3 fő elemét, és megmutatta, hogy nem lehetetlen és hiába való Európa felé nyitni. Végül dr. Lechmiszer János előadása következett, aki a megye területfejlesztési koncepciójának 2014 és 2020 közötti terveit vázolta a hallgatóságnak. A küldött gyűlés tehát nem csak napirendi pontokat, hanem sikertörténeteket is felvonultatott.